Már amikor először átböngésztem a Ssangyongnak a termékpalettáját, már akkor kiszúrtam, hogy igazából ami nekem legjobban tetszik autó, az a Rexton. Hát nem tagadhatom, hogy szeretem a nagy autókat, és hát ez nem is néz ki rosszul, sőt, valamint kellőképpen nagy. Ezen felül még természetesen a Musso, ami még nagyobb, pick-up változat, az se lenne ellenemre. Minden autótesztet így kéne csinálni, hogy legalább egy hónapig tesztelgeti az ember az autót, sőt kettőig. Hiszen pont most gondolkodtam rajta, hogy hát most már, hogy egy két éve megvan a robogóm, az X-Max, most már kezd egy kialakult véleményem lenni róla, de ez két év meglehetősen aktív használat. Amikor én elkezdtem autós újság írni, olyan 23 évvel ezelőtt, pont akkor állt át nagyjából az autóipar a kéthetes tesztautókról az egyhetesekre. Nem mint a két hét alatt többet tudnál meg az autóról, de hát valójában igen. Tehát az egyhetes tesztbe nagyon gyakran nagyon nehéz beleszorítani egy autópályázást, egy hegymenetet, tehát az értelmes tesztelésnek a lehetőségét szinte a minimumra csökkenti. Az más kérdés, hogy sehol sincs arra pénz, meg energia, hogy tényleg rendesen leteszteljenek egy autót. Szoktak kiadni tartós tesztautókat, de hát azokat inkább ilyen általános szaladgálós autóknak használják a szerkesztőségek. Diana azt mondja, hogy ez többet volt nálunk. Rexi, a Rexton többet volt nálunk, mint Sárki, a Korando. És szerintem többet is mentünk vele, tehát sokkal több nagy távolságot nyomtunk vele le. Úgyhogy most arra kiebb tudott kristályosodni a véleményem. Egyfelől bárki bármit hazudik, hülyeség a tablet a műszerfalra, tessék, ott van. Amúgy se buzulja ezt senki menet közben, mert veszélyes, nem kevésbé veszélyes, ha 10 centivel följebb van. A head-up display amúgy egy nagyszerű dolog lenne, egy kiváló megoldás, csak ugye az olcsó head-up display az egy ilyen külön plastiklemez, ami megint nem olyan óriási előrelépés, mondjuk a géptető tetejét nézett, kicsit jobb, mint a műszerfal, de amelyik meg a szélvédőre vetít, az ugye azt jelenti, hogy egy durvább kőfelverődésnél, hát az már egy olyan 400 000 forintos szélvédő csere lesz, szóval nem egy gazdaságos dolog. Nagyon jó volt vele autózni, nagyon jó volt vele hosszabb távokra menni, nagyon nem lenne rá szükségünk, de az elsődleges, ami feltűnt, amit sose gondoltam volna, hogy hosszra, ez szerintem nem több, mint a tehén, most nem néztem meg katalógusba, de ugyanarra a helyre cson nélkül váltam én is, és Diana is. Ami nem egy nagy hely, de hát ez egy óriási autó, tehát valószínű a lökhárítótól lökhárítóig nem hosszabb, szélességben sokkal nagyobb, meg valahogy sokkal-sokkal tágasabb, ami furcsa, hiszen az utóbbi 20-30 évben határozottan szűkösebbek lettek az autók, vagy a beltereket szépen kezdte kitölteni a sok merevítés, meg légzsák, meg mindenféle kütyű, de ez egyfelől ugye egy hagyományos építésű terepjáró, tehát alváz, hátul merev tengely, kapcsolható összkerékhajtás. Másrészt ebben tényleg annyi hely van, hogy meg se kottyan neki az az irtózatosan sok légzsák, ami alapban benne van. Az átlag fogyasztásunk most a fölmen 8,7-re. Ez szerintem a több ilyen ausztriai út miatt van, végig nagyon durva szembeszélben, de szerintem egy ekkora dízel szekrénnyel az még mindig több, mint oké. A teljesítménye tökéletesen megfelelő, tehát amivel lehet még országúton tempósan elézni, az nekem bőven elég. Egyet nem tud tényleg, amit a 30-40 milliós németek, azt a fölényes, agresszív mások seggébe mászást, de én ezt nem is nagyon igénylem.
meglepően jó rugózik, hiszen 2,5 tonna ugye nem tud rosszul rugózni, vagy hát ahhoz nagyon igyekeznie kéne. Jó elülülni, jó hátulülni, és a lányom esküszik rá, hogy leghátulülni is jó. A külsejét Diana nagyon hamar megszokta. Én sajnos én egy igazi dizájnbuzi vagyok, nekem fáj az, hogy homorú felület van. Konkáv felületet autó külsejére csak nagyon indokolt esetben ér rakni. Egy autónak mindenhol domborodnia kéne, mindenfelé. Ez az egy hibája van, de hát nyáron jönni fog az új, a Torres, ami szerintem a tökéletes autó lesz, mert ugyanezzel a tején helyére be tudunk állni, de azért a városban ezzel parkolóhelyet keresni tényleg egy rémálom. A Korando szerintem bőven elég nagy. Tudod, honnan ismered meg a SsangYong Korandót? Hogy ez az, amelyik úgy néz ki, mint a Toyota RAV4. Tehát rendszeresen megállapítom, hogy milyen sok Korando van, aztán általában RAV4 lesz. De egyébként Korandóból is meglehetősen sok van, hát annyi, hogy a Toyotának az orrán egy Toyota embléma van, a SsangYongén meg az ikersárkány. De igazából a Torres, megnéztem, az a két autó közé lesz belőve, és hát az már végképp dizájnban elhagyja koreai gyökereit, ami azért szerintem egyértelműen pozitívum, de belül továbbra se találok benne egy hibát se, ülésfűtés, hűtés, ezek az állítható támlaszögű ülések. Talán én ezt az elektromos csomagtér ajtót átcserélném egy napfénytetőre, bár a napfénytetőnek se vagyok olyan óriási barátja, de tudom, hogy Diana imád kabriózni. Ekkora méretű autóra alapvetően kevés embernek van szüksége, tehát nem is azért szokták mondjuk venni, de azért van olyan lehetőség például, ha egy-két-három gyerekes család, több cuccal, kutyával, macskával, egyebekkel rendszeresen ingázik aránylag nagyobb távolságokat, ilyen egy-két hetente minimum, akkor már egy elfogadható döntés minden szempontból, hiszen hát marha kényelmes, minden belefér, hatalmas a csomagtartója, ha felhajtjuk az üléseket, akkor is még azért lehet belepakolni, ugye a 6.-7. üléspozíciót. Valamint ahhoz képest, hogy amekkora, szerintem nem fogyaszt sokat, bár ugye kinek hol van a határ, ezt amióta megkaptuk, 8-7-es átlaggal visszük, ebben többnyire sok autópálya volt. Valamint én jártam vele heti 1-2 alkalommal ezt a Budapest-Dorog útvonalat, többnyire dobogókön keresztül, úgyhogy hegyi utakon. Úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó fogyasztás. Ha valaki egy ekkora autóval belvárosban akar közlekedni, az már megint egy más kérdés. A közlekedés ugye még egy dolog, az megoldható, az nincs semmi gond, tök jó, hogy az ember magasan ül, sőt, olyan magasan ül, hogy a BKV buszsofőrrel ki át tud integetni, kb. Egy magasságban van az ülésünk. Ha már parkolni is szeretne, az nyilván egy kicsit macerásabb, bár az én tapasztalatom az, hogyha az ember rászánja az időt, akkor 2-3 körön belül biztos, hogy talál egy parkolóhelyet, de valóban nem egy életbiztosítás egy ilyen autóval a belvárosban nap mint nap bejárni. Az, hogy egy ekkora autóba sok mindent lehet pakolni, az számomra nagyon fontos. Van egy olyan tulajdonságom, hogy a rendelkezésre álló teret azt maximálisan kitöltöm. A tér nagysága igazából mindegy, tehát hogy voltam én már hátizsákos turista, egy hónapon keresztül egy darab kis hátizsákból öltözködtem, és teljesen jól el voltam. Abba volt minden szükséges dolog. Azt is dugig töltöttem, de ha van 2 köbméterem, azt is biztos, hogy dugig töltöm, mert akkor biztos, hogy berakok még egy negyedik cipőt, egy harmadik kabátot és egy, nem tudom, 20. zoknit, mert hát ha éppen arra lesz szükség, ezt is bármikor egy pillanat alatt meg tudom tölteni cuccal. Biztonsági szempontból imádom, hogy ekkora, nagyon szeretek magasan ülni, nagyon szeretem, hogy van körülöttem anyag, nagy a kaszni, nagyon kellemesek az anyagok benne, tök jó érintése van a gomboknak, a kapcsolási érzet, vagy hogy is mondják ezt szakszerűen, az is nagyon kellemes. Az, hogy
A hátsó ülések is fűthetőek, az megint csak egy kellemes extra. Kényelmesek az ülések. Sok a rakodó hely. Egyszerű a kezelhetőség. Egyszerűen ki tudnám kapcsolni a stop-startot, de már arra is lusta vagyok. Úgyhogy jó volt Rexikével, na. És ezt a főnök ülést, a hátsó ülésről a főnök, az a gorillát rá tudja passzírozni a kesztyűtartóra. Televíziós, autós, újságírók, örök poénja. Nem tudom én hányszor csütöttem el, de szerintem legalább kétszer. Azon se csodálkoznék, ha háromszor.